Ha nyár, akkor kertészkedés, amiben nem érdemes felkészületlenül belevágni, hiszen pénzünk és energiánk bánja, ha nem megfelelően bánunk a növényeinkkel. Egy budaörsi kertészetben megtudtuk, a mostanában különösen erős kánikula elleni védekezésnek három alapvető módja van. A talajtakarás, az öntözés és az árnyékolás. Elsősorban a hőmérséklet ingadozás az, ami ugyanolyan stresszt jelent a növényeknek, mint akár az emberi szervezetre. Ezt kora tavasszal nagyon könnyen meg tudjuk figyelni, amikor kihúzódik a tavasz, illetve a tél szinte, és hirtelen a enyhe időjárásból rögtön kánikulába csap át. A napsugárzás, a hőmérséklet emelkedése, ez mind stresszforrás a növényzetnek. Úgyhogy ehhez nem minden növény tud valóban alkalmazkodni, ezért aztán változnak a fajok is, és a fajták is, amik jobban tűrik a mi klímánkat. Ehhez még hozzájárul az is, hogy a csapadék is rettentően szélsőségesen érkezik. Nagyon szárazak újabban a teleink, tehát az a víz tartalék, amit télen általában magukba tudnak az örökzöldek, a cserjék, a fák szívni, ez gyakorlatilag most tél végére teljesen kifogy a növényekből, és hogyha jön egy nagyon száraz tavasz, akkor rögtön megperzselődik a friss lombozat. A hirtelen özönvízszerűen leérkező csapadéknak a nagy része az nem is hasznosul, mert elfolyik a vízelvezetőkön keresztül, tehát nem marad a kertünkben. Hát ma már szép növényzetet csak rá locsolással tudunk biztosítani. Az UV terhelés is nagyobb a növényzetre is, tehát ugyanúgy viselkednek gyakorlatilag, mint a mi bőrünk. Tehát nagyon hamar meg tudnak égni, elhalnak a sejtek, így nem tud asszimilálni a növény, és így sínylődik. Akinek kertje van itt a 11. kerületben, ez nem ritka, az hogyan védje a kánikula elől? És azt mondják, hogy már a talajt is védeni kell, nem csak magát a növényt. Ez így igaz. Alapvetően már a növény ültetésnél gondolnunk kell erre, hogy változtak a körülmények, és nagyobb védelmet igényelnek a növényeink. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő környezeti körülmények közé ültessük az adott növényt, ami megtetszen, és a talaj minősége sem elhanyagolható. Az ültetéskor mindenképpen a növény igényeinek megfelelő ültető földkeveréket kell alkalmazni. Ez ma már a kertészeti áruházakban elérhető, szaktanácsot is tudunk adni, és ezzel már meg tudjuk alapozni a növényeinknek a jólétét. Tehát a megfelelő föld megvan, utána mi a következő? Ugye az erős napsugárzás nagyon hamar kiszárítja a földet. Ez miért okozhat gondot, és mit tehetünk ellene? Hát a vízhiány miatt, illetve hogy ma már nagyon drága a víz, és ha nem is lenne olyan drága, akkor is egy környezettudatos gondolkodással a vízfelhasználást csökkenteni szeretnénk. Ezért érdemes mindenképpen takarni a talajt, vagy talajtakaró növényekkel, vagy ahol ez nem lehetséges, ott lehet kapni különböző talajtakaró adalékanyagokat, segédanyagot, mint például a fenyőkéreg, vagy kavics, agyaggranulátum, amivel le tudjuk csökkenteni a párolgást. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a növények között, amik szépen el vannak ültetve, azok közé leszórunk ilyen anyagokat, amik nem engedik, hogy rásüssön a nap. Vastag takarással már nagyban tudjuk csökkenteni a párolgást, és akkor a rendelkezésre álló vizet nem a napsugárzás fogja elpárologtatni, hanem a növények rendelkezésére fog állni. Említette itt a fakérget, meg kavicsot, milyen anyagok jöhetnek még szóba? Állítólag a kaszált fű is jó lehet erre. Így igaz, tehát nem kell megszabadulni a nyesedéktől, hanem ezzel is tudjuk takarni a talajt, és ez ráadásul tápanyagú utánpótlást is biztosít, hogy fokozatosan bomlik vissza a talajba. Nagyon sok kertben ugye a legnépszerűbb talajtakaró
az a fű. A fű is nagyon gyorsan kiszárad, és azt is ugye nyírni kell, meg öntözni kell. Hogy lehet akkor azt megakadályozni? A füvet nem lehet letakarni. Így van. A gyep hát egy nagyon fontos eleme a kertünknek. Minden tekintetben mindenki, akinek van kertje, szeretne egy szép pázsitot magának. Ezért ma már a fű mag keverékek is alkalmazkodtak ehhez a változó környezeti körülményekhez, és érdemes olyan fűmagot vetni, ami jobban bírja a szárazságot. Vannak különböző mediterrán magkeverékek, amik kevesebbet is párolattal, kevesebb vízzel beéri, de szép zölden megmarad. Vagy az árnyékosabb helyre árnyéktűrő fűmagkeveréket, tehát tudatosan kell ma már telepíteni. A fűre hogy vigyázhatunk? Nagyon gyakran látom itt a mi lakó környezetünkben is, hogy még tavasszal nagyon szép harsogó zöld a fű, utána lenyírják, és teljesen sárgára, fehérre szárad, és aztán egész nyáron úgy néz ki. Ezt hogy lehet megakadályozni? A nyári hőmérséklet nem a pázsitnak kedvez. Ez egy olyan tendencia, ami ellen igaziból nem fogunk tudni védekezni. A mediterrán fűkeverékek azok jobban megőrzik a színüket, nem annyira látványos, mint az angol pázsit fűkeverék, viszont egész nyáron zöld marad, kevesebb vízzel beírni, de sajnos a pázsitot locsolni kell. Mindenki másra esküszik, hogy mikor és hogyan kell locsolni. Mi az, ami jót tesz ilyenkor nyáron az erős napsugárzásban? Van, aki az estire esküszik, van, aki a hajnalira. Mikor teszünk a legjobbat? Meg hányszor kell egy nap locsolni, stb. Hát az a jó, hogyha ritkábban nagyobb vízadaggal locsoljuk a kertet, tehát akkor mélyebben át tudjuk áztatni a talajt, és nem fog akkora párolgási veszteség keletkezni. Véleményem szerint az késő esti órákban történő locsolás sokkal jobban hasznosul, mint a reggeli, mert ugye azt már mindenki tapasztalja, hogy reggel 5-kor felkel a nap, és 8 órakor már 40 fok van, tehát sokkal hamarabb elvész az a vízmennyiség, amit drágán kilocsoltunk a kertünkbe. Napi egyszer elég locsolni? Én szerintem igen. Hogyan locsoljunk? Ugye vannak ezek a különböző locsológépek, esőztetők. Ez az ideális, vagy inkább az, ha fogjuk a kannát, aztán meglocsoljuk, és közvetlenül mondjuk oda a gyökér közelében locsolunk? Hát igaziból a növény szempontjából ez teljesen indiferens. A lényeg az, hogy megkapja a megfelelő vizet. Ez anyagi kérdés is, hogy ki mit engedhet meg magának. Tehát aki nem tud drága locsolóberendezést telepíteni, az kénytelen kannával locsolni, az ugyanúgy tud hasznosulni. Mondjuk a gyepet sokkal nehezebb ilyen módon belocsolni. Miért probléma az, hogyha napsugárzás ideje alatt locsolunk? Akkor ugye vizesek lesznek a levelek, a fűszálak, és akkor mi történik? A párolgás következtében könnyebben megégnek a növény sejtjei. Ugye ismerjük ezt a fizikai jelenséget, amikor a vízcseppen a napsugarak összegyűlnek, és ez kiégeti a növény felületét. Tehát ez, ha lehet, kerüljük el a tűző napon történő locsolást. Nyilván, ha nagy baj van és tűzoltás kell, akkor mindig jobb, hogyha a tűző napon locsoltuk, mint megvárjuk az estét, és addig kiszárad vagy kiég a növény, de ha van rámod, mindenképpen árnyékos időben célszerű locsolni. Viszont akármennyit is locsolunk, akkor is nagyon erős az UV-sugárzás, és a kertészek azt mondják, hogy ilyenkor muszáj valahogy árnyékolni, csökkenteni ezt a belső napsugárzást. Itt ugye felettünk is ki van feszítve egy nagy háló, ez se véletlen. Milyen célt szolgál ez? Hát a napsugárzás szűri, és a hőmérsékletet is csökkenti. Tehát, hogyha van rámód, akkor mindenképpen célszerű akár napvitorlákkal, akár ilyen növénytakaró hálóval leárnyékolni a területet. De még az is hasznos, hogy amikor a kertet tervezzük, akkor a magasabb növények, hogyha figyelembe vesszük, hogy a napjárása hogy fog alakulni a kertünkben, akkor a déli nap állásához telepítjük a magasabb fákat, ami aztán a legerősebb napsugárzásban árnyékolja a területet. Fontos az, hogy miből legyen ez a vitorla, vagy ez az árnyékoló anyag, mert hogy ez is például egy lukacsos háló, vagy olyan is jó, ami egy sűrű szövésű textil.
ugye használjuk ma már a napvitorlákat, az gyakorlatilag jobban szűri a fényt, tehát bizonyos növények valószínűleg nem fogják bírni alatta hosszan. Ez a típusú háló, ami lukacsos, ez azért praktikusabb, mert átengedi a fénynek egy részét, viszont nem, nincs annyi káros sugárzás a háló alatt, mint hogyha semmit sem használnánk. Amikor megérkezik tavasszal vagy nyár elején a jó idő, akkor az összes kertes házas kerttulajdonos lelkendezve kiszalad a kertjébe, és azt mondja, hogy most már ami ott bent volt egész télen, olyan jól mutatna a kertben, akkor azt szeretné kiültetni. Jó dolog nyáron kiültetni? Mikor ideális ennek az időpontja? Hát ha most arról beszélünk, hogy a szobanövényeket nyárra ki szeretnénk tenni a kertbe, akkor azokat mindenképpen ugyanúgy szoktatni kell, mint ahogy mi is tavasszal a bőrünket óvjuk, és csak rövid ideig tesszük ki a tűző napnak, vagy még annyira sem. Tehát árnyékos, borult időben érdemes kitenni akár a szobanövényeket, akár ha egy üvegházba tartottuk, vagy a mediterrán növényeket, amit garázsba, pincébe teleltettünk, és egy pár nap ilyen esős, borult nap után már tűrni fogja a tavaszi tűző napot, és mire igaziból eljön a nagy hőség, addigra ezek a növények hozzászoknak. A kerti növényeknél más a helyzet, mert ugye azokat télen is a szabadban tartjuk, tehát jobban alkalmazkodik, és gyakorlatilag egy gyökeres, konténeres növényt bármikor tudunk ültetni, az nyilván amíg a talajt lehet művelni. Valójában a kerti növény, ami a mi klímánkon télen is kint lehet, annak nincs értelme a teleltetésének. Tehát azokat ki tudjuk ültetni igaziból bármikor. Amit meg teleltetnünk kell, az ott az a fontos, hogy a fagyok után vigyük ki, és egy kicsit szoktassuk a közvetlen UV-sugárzáshoz. Ezt már kezdjük el tavasszal, vagy akár július közepén is kiültethetünk valamit? Mindenképpen tavasszal érdemes, mert ha sokáig várunk vele, akkor sokkal nagyobb a perzselődés, a napégés veszélye. A következő részből kiderül, milyen növényfajtákat válasszunk, amelyek jól bírják a hőséget és a szárazságot.